Mély tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntöm valamennyi kedves vendégünket, akik eljöttek a mai emlékhangversenyre, hogy együtt emlékezzünk Gömbös Kálmán testvérünkre. Úgy gondolom, hogy háromféle ember ül ebben a templomban most. Azok ülnek itt, akik szerették Gömbös Kálmánt. Szerették családtagként, barátként, ismerősként, vagy csak mert olyan szépen metszette a fáikat. Aztán itt ülnek ebben a templomban azok, akik ismerték Gömbös Kálmánt. Ismerték őt itt a faluból, a munkahelyéről, ismerték a munkája nyomán, ismerték a családja révén, ismerték a gyülekezetben, az egyházmegyében, az egész Dunántúlon. Itt ülnek azok, akik ismerték Gömbös Kálmánt. És hát vannak olyanok, köztük én is, akik csak szerették volna ismerni Gömbös Kálmánt. Egyszer találkoztunk egy konferencián, ahol még fiatal, éppen diák voltam, ő pedig már akkor is az egyházban szolgált, mint az utolsó vasárnapig. És így megveregette a vállamat, akkor még vékonyabb voltam, meg kisebb is, és mondta, hogy ilyen fiatal emberekre lesz szükség a Dunántúlon. Én nem tudom, de ha most ide ránk gondol, akkor biztosan látja, amit álmomban se gondoltam volna, talán ő sem álmodta volna, hogy a mai hangversenyen én köszönthetem őt. Nagy-nagy öröm, hogy eljöttek, és mivel a végén enyém a zárszó, úgyhogy a többit akkor fogom elmondani. Én azt kérem, hogy a mai felcsendülő kórusművek, a kedvenc vers, egy idézet, ami aztán a sírját is díszíti, a zenekarnak bármely hangszerének bármely hangja is juttassa eszünkbe az ő emlékét, hogy ezzel emlékezzünk rá. Még három darab számot kell elmondanom. 80, 5 és 4. Hát, hogyha szó jön ki, ez egy nagyon bonyolult matematikai művelet, mert Gömbös Kálmán 80 esztendővel ezelőtt született, áprilisban született, 4. hónapban. És 5 esztendővel ezelőtt áprilisban született, áprilisban hújt el, tért haza, 4. hónapban. És rakosgattam egymás mellé a számokat, egy 4-es, egy 8-as és egy 5-ös, egy 4-es, egy 8-as és egy 5-ös, és ez 485. És ha hiszik, ha nem, én sem hittem el, az Őri Szentpéteri Református Gyülekezet pecsétjén 1537 szerepel, 485 évvel ezelőtt. Hogy mi történt akkor itt a gyülekezetben, azt nem tudjuk, de 485 évvel ezelőtt megjelentek itt a reformátusok, elkezdték az Urat dicsérni, szolgálni, és most mi erre emlékezhetünk egy 4-essel, egy 8-assal és egy 5-össel. Isten nyissa meg a mi szívünket, a mi fülünket, hogy ezzel a mai emlékhangversennyel méltó emléket állítsunk a gondnok úrnak, a jó barátnak, a testvérnek, a családtagnak, az ismerősnek, Gömbös Kálmának. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Törzsvéki Baráti Kar nevében, aminek a Kálmán szívfokos tagja volt, talán a kórus megszületése óta énekel a kórusba. A végén maga a Kálmán volt a tenor, hiszen egyedül énekelte a tenor szólamot, azóta sajnos ebből hiányuk is van. Olyan dalokat választottunk, amit szeretett ő is, de hát tulajdonképpen minden szeretett, tehát órákig tudnánk énekelni, és örömmel hallgatnám most is. A legutolsó dalt, azt nem tanultuk vele együtt, azt nem végig tanultuk, de bízunk benne, hogy szeretettel is örömmel hallgatja meg tőlük. Oh.
Reményi Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtáig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, és a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. És ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától. Megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra imára, erő akarat kétségbeesés bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Thank you.
Thank you.
József Attila. A Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyei. És alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, és hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vett ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám, ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű örök eső módra hult, szintelenül, mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint termékeny másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak és nevetgéltek a habok felém. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 év óta nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat és kész az idő egészen, mint 100 000 ős szemlélget velem. Látom, amit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell, és ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröms bánat. Enyém a múlt, övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket. És emlékezem. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás, ebből vagyunk. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők, én vagyok már. S gyenge létemre így vagyok erős, ki érzem, hogy több vagyok a soknál. Az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, s apám, anyám már válok boldogon. S apám, anyám maga is ketté oszlik, s én, lelkes egyé, így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van, a sok nemzedék, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódolt a kínja, meggyötör, Árpád és Zalán, Verbőc és Dózsa, török, tatár, tóth, román, kavarog-e szívben, mely a múltnak már adósa, szelíd jövővel. Mai magyarok, én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen, jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, mit őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. És rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. És nem is kevés.
Thank you.
Azt mondják, a csoda nem azért csoda, mert egyszer a világon valahol megtörtént, hanem azért, mert mi magunk átélhetjük azt. Három csodát hoztam ide. Az első csoda, hogy most így együtt voltunk, és számolgattam, hogy énekelni, megtanulni, azért jó 10 év biztos kell. És a nagyok azt mondták, hogy egy hangszeren játszani 10 000 óra gyakorlás után lehet majd. És most mégis meg annyi lelkész, meg annyi zenész együtt köszöntötte a kertészt. Azt hiszem, ez egy nagy csoda. A másik, ami olyan nagy csoda szám volt az én számomra, az az, hogy több lelkész kollégám is itt van a templomban, mennyit kell nekünk dolgozni azért, hogy 30-40-50, nagy Isten, 70 ember eljöjjön vasárnap a templomba egy Isten tiszteletre, és Gömbös Kálmánnak a neve elég volt ahhoz, hogy megtöltsék a templomunkat. A harmadik csoda pedig, ami most jön, az egy kis ajándék és meglepetés a mi részünkről. Úgy gondoltuk, hogy senki ne menjen ki úgy ebből a templomból, mint ahogyan bejött. A templomnak két része van, van a templomtér és van a tornác. És azt szeretnénk, hogyha ezt a tornácot mától nem így hívnák. Amikor gyerekek voltunk, akkor volt egy könyvünk, az volt a neve, hogy Szavak nélküli könyv. Ebben nem voltak szavak, csak színes lapok, és a gyerekek mégis el tudták mesélni, hogy mi is a valóság. Úgyhogy most én felkérem majd a gondnok uramat, mint méltó utódját Gömbös Kálmának a tisztségében, hogy szavak nélkül helyezzük el ezt a táblát. A mai naptól a gyülekezetünk Gömbös Kálmán teremnek fogja hívni a tornácot, és nem csak a Gömbös család jelenlévő tagjainak, hanem mindazoknak, akik ma itt vannak, ez a terem ajtóval együtt mindig nyitva áll, majd várjuk Önöket szeretettel. Végezetül pedig egyetlen egy tisztem van, még meghívjam Önöket a most következő programunkra. A 90 perc után jól esik felállni, és nekünk a nézőtéren nagyon-nagyon csöndbe kellett ülnünk, úgyhogy most lesz lehetőség beszélgetni. Ezért mindenkit szeretettel hívunk és várunk a szemközti úttest túlsó oldalán levő kultúrházba, egy forró tejával, aki fázik, és meleg szeretettel, süteménnyel, üdítővel, talán még bármi mást is találunk oda. A gyülekezettől, illetve a közönségtől azt fogom kérni, hogy a toronyajtó felől el tudunk majd indulni. Itt várjuk meg, amíg a zenész barátaink hátra mennek a nagy hangszereikkel, és utána csinálunk itt egy kis utat, hogy mi is ki tudjunk majd menni. Mindkét templom kijáratban persejt helyeztünk el. Azért helyeztük el a persejt, mert a zenekar, illetve a szervezőknek és a családnak a kérése az volt, ha már a templomban vagyunk, akkor tegyük ki a persejt, és nevezzünk meg egy célt, amivel a mai hangverseny után a persej összeget milyen felhasználásra fogjuk javasolni. Úgy gondoltuk, hogy miután a tervek már elkészültek, és azt szeretnénk, hogyha az Őri Szentpéteri templom torony órája újra működne, és ezt a célt határozta meg a család és a szervezők, hogy a mai adományaikkal a megújuló Őri Szentpéteri református templom órájához tudunk hozzájárulni. Köszönjük adományokat, Isten áldja meg az adakozókat, és várjuk Önöket nagy szeretettel most a művelődési házban. Áldást, békességet! Az előkészített talonyt fogjuk, letisztítjuk az oldalágokat, 4-5 centis hosszú srég meccés vágunk rajt, ugyanekkor megkeressük a nemes oltóbesszőt, ezt is így meglapítom. És akkor rápasszintjuk a meccslapra. Na most, ha nem jó, akkor még kell paragni, mert domború. Menne, hézangmentesebb legyen. Így rátesszük, megcsipeszeljük. Olyan összetegyünk. Mennyire kell gyakorolni, hogy ez valakinek elsőre jól sikerüljön? Hát azért ez gyorsabban menne, csak ugye itt kézben bonyolultabb. Mert én ezt úgy szokom csinálni, hogy benne a faiskolázott részen csinálom, és ugye akkor nyilván fogja a föld, odaállok mellé, és akkor megy. Lényeg az, hogy ezt szép szorosan így rátekerem,
és ebzel kész a tüskés körtám. Lehet, hogy az ismertetőbe elmondták, ez régen elég hagyományos körtepaj volt az őrségbe. Frissen fogyasztva nagyon jó volt, aszalványnak is összegyűjtötték, kisasszonykörtét szintén. Ez is egy apró termető régi körtepajta. Sózukörtét, ahol káresték itt valaki, hogy milyen körte, sózukörtem, de ezt ősszel olyan fél érettel lehullik, akkor megszotyósodik, és őrségbe szokták pálinka gyaránt. Pálinka alapanyagnak, törkölynek lerakni.